Jó reggelt! Halló! Szevasztok! üdvözlet mindenkinek! Na furcsa ez most, úgy, ugye, de jó van, jó van. A, a, monitor van elforgatva. Igen, tudom, csak tudod így, nem tudom, nem érdekes. Nem, nem érdekes. Amúgy is mindig megkapom, hogy mindig ilyen oldalra nézeket, hogy vajon ki van ott. Igen, ott így, elmínál, oda kell ott, nézni, ott van az ellenőr. Ott van az ellenőr, Figyelj. Mondja, hogy... Igen, igen, van, igen, igen. Csak... Van, van, egy saját ombudsmanunk. Happy igen. Happy ombudsman. Az a baj, hogy ha van, akkor nagyon rosszul végzi a munkáját, de most nem tudom mindig sikerül, mindig sikerül megcsúszok valamivel. Így hát. van, így van. Ez ilyen. Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt. Szevasztok. Remélem, jól vagytok. Egyre melegebb van. van. Igen. Ez a hét is hogy eltelt basszus? Minden hét Nem, így kell jelni, mint a villában, az eg, mert az a baj, hogy gépelés van. Amúgy igen. A... Na mindegy, hagyjuk. Ja. Igen. Hihetetlen, hogy már március közepén van. nekem az is hihetetlen. Hát azért Na, ja. már már idén is annyi annyi minden történt, basszus, hogy néha azon gondolkodom, hogy sok, sokkal, sokkal jobb lett volna, hogy mondjuk így júniusig történik ennyi minden. De erről már beszéltünk. Most pedig szép, igen. lassan. Amúgy, Eram... ja, lehet, hogy azért volt ilyen gyors. Igen, mert majd a nyáron biztos, lelassul lehet. Az a nyáron biztos, hogy lelassul, bár azért Not a nyár most legalább, legalábbis videójátok terén uh, kicsit uh, sűrűbbnek tűnik. Mm. Uh, bár most már, uh, most már a Suicide Squad nélkül, ugye? A Suicide Squad már nem. Ö, hírek után, de ez van. Na, akkor is sokkal sűrűbb lesz. Ha más nem tudod, akkor így eldiablózgatni el lehet, tudod majd a négyel, így nyáron, de az nem biztos, úgy, hogy, ja. hogy, 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 le fog kopni majd szépen ez a nyüzsgés, bár ki tudja, miket találunk ki egyébként. El nem tudom képzelni. Na, ez az. Igen, igen, igen. igen. Lehet, hogy lesznek érdekességek a nyáron. Igen. Sose lehet tudni. Igen. Milyen álmos a hangom? Én olyan szívesen mondanék rád is valamit, de nem tudok. Nem látlak, nem hallak. Ez így nem ér. Nem, nem álmos, a kávét hallod benne. Szerintem is hogy mondja a kávét hallja Elég rég keltem. <laughs> Igen. Elég, elég, régen keltem fel. Uh, egyébként a felkeléssel kapcsolatban, uh, pont a múltkor, uh, mikor tárgyaltuk ezt a kinek hány ébresztője van dolgot, uh, hány millió ugye. ébresztője van, pont a múltkor láttam erről egy ilyen kis kivágást, és aztán megnéztem azt a műsort, amiről szó volt, és tökéletes érdekes volt, mert egy ilyen alvás specialista, uh -huh. ológus ember beszélt az alvásról, hogy miért rossz a, tudod, ez a visszaaludni 10 percre. Uh -huh. Meg ilyenek. És így gyakorlatilag kurva egyszerű, mert azt mondta, hogy, hogy, hogy ugye az alvás ciklusok, ugye amikor így alszol, ilyen nagyon egyszerűen fogalmazva, persze vannak kivételek, meg minden, de így általában egy általában ugye a 60-70 perces alvás ciklusokban alszik az ember. Uh -huh. És hogyha visszaalszol, akkor elkezded az újat. Ja, értem. És hogyha 10 perc múlva felébredsz, vagy egy negyed óra múlva, akkor azért ez az meg mm. szarul, meg fáradtabbul, mert, mert, bele, mert Ez érdekes ember. mondjuk, mert amúgy alapvetően az ember nem mély, mélyen alszik, amikor elalszik, csak így picit vissza, nem pont egy kicsit éber alvásban van. Igen, úgy van, hogy ahogy, t -t azért mondom, hogy én nem vagyok azonban ilyen, 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 alvás specialista, de úgy van, hogy ahogy így a ciklusokon mész át, uh -huh. úgy kerülsz egyre egyre mélyebbre, de hogy alapvetően azért van az, hogy ö, sokan, tudod, nem csak reggel, amikor visszaalszanak, uh -huh hanem, ö, hanem amikor mondjuk, mit tudod, véletlen, van, aki mondjuk délután vagy este így véletlenül így behúny. Jaj, tudod, ilyen jaj, öt perc, és, és, és úgy után... kezd fel, hogy, úgy, hogy agyon be Azt tudom, nagyon rossz. Igen. Meg ilyenek. Igen. Nagyon um, rossz. Úgy, Elméletileg az a lényeg, hogy nem Andrew, Huberman, nem Andrew Huberman volt, de neki is jó cuccai vannak, amíg az alvásról beszél. Amikor uh -huh. már másról beszél, akkor már az érdekes. Ö, de, de az a lényeg, hogy ez egy hölgy volt, aki beszélt. És az a lényeg, hogy nem az a lényeg, hogy hány órára van neked szükséged, mert az ilyen ember specifikus, hogy ki mennyit kell aludjon, hanem hogy, befeje, hogy hány ilyen befejezett ciklusod van. És ö, azért mondják azt, hogy nem annyira jó tudod, ez a ö, még tíz percre visszaaszom meg ilyenek, mert uh -huh. nem tudsz Ö, olyan kielégítő lenni tudod, mint hogyha mondjuk mit tudom én, egy órára hát, adnám persze, vissza. Persze. Ö, mert, mert valahogy így megszakad az alvási ciklusod, és akkor így, így rosszabb. Van, aki egyáltalán nem tud tudod így fél órát aludni, például, mert ő meg annyira érzékeny erre. Uh -huh, uh -huh. Hogy... Igen, 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 igen. Azt tudom, azt tudom. Hmm. Nem, amúgy tényleg nagyon rossz. De a hétvégén is ilyen mondjuk, hogyha véletlen beaszod délután. Igen, igen, igen. Vagy valami, és az... Ah, persze valamikor tök jókor kezd fel. Én már észrevettem. Tehát mondjuk, hogyha véletlenül behaszol egy 5 percet, és így olyan, mintha egy ilyen isszadrifres lenne. Igen, vannak ilyen, ilyen... Egy ilyen reset. Vannak ilyen, van ilyen, ilyen kis amúgy. ciklusok, amiket, ja. amiket így, és így nem És szerintem tudom, a szerencsém múlik, hogy mikor kezd. Valószínűleg, valószínűleg. Valószínűleg. Igen, igen, De igen. ezekkel az alvás megfigyelő applikációkkal egyébként lehet figyelni. Ja, ja, ja. De azokban igen. látszik egyébként tök jó, hogy ez hogy működik. Mm. Vannak magát, például azt hiszem katonák vannak, akikkel lehet példálozni, hogy például ők így rátréningezik magunkat arra, hogy ilyen nagyon rövid idő alatt tudjanak egy ilyen, ezt ilyen power nap, vagy mi ez? Ja, ja, ja. Úgy hívják hogy, azt, hogy azt tudják csinálni, de van, aki ugye civil lakosságban is csinálja ezt a uh -huh. dolgot, van, aki rá tudja tréningezni magát ezekre a dolgokra, de azok már ilyen specifikus dolgok, tehát ez nem a a átlagos csinálják. reggel. Érteni. Hát a izé, hogy is van, a Google-ben van ilyen alvó szoba. Igen, a Google idebájában. És ott is lehet csinálni a power Hát na, valakit ez feltölt. Főleg, hogy egy ilyen nagyon hosszú nap van, el is tudom képzelni. Nem, nem tudom, emlékszel-e, hogy annak idején, mikor, mikor, mikor nem is tudom, melyik, melyik, melyik időszakban volt ez, de már régen volt, hogy megjelentek, tudod, ezek a alvásfigyelő Appok telefonra, akkor még nem volt watch, és. Uh, ott volt olyan, tudod, hogy olyan ébresztő volt, amelyik egy ciklusod végén ébresztett. Tehát, emlékszel erre? Igen, hogy, hogy a beállít, még mindig van. még be... mindig van, biztos hogy mindig persze. van. Csak hogy emlékszem, amikor megjelent ez, hogy, hogy nem tudtad beállítani, hogy 7.30-kor akarsz kell, és beállítottad, hogy 7.30-kor. És, így és akkor lehet, hogy 7.36-kor keltett fel, mert akkor volt igen. kb. vége ennek a dolognak. Nem tudom, és sose próbáltam azt ki, hogy ez működött Én nem mertem. Ja, Én a fél, hogy a faszba. Igen, persze. Uh -huh. És sosem mertem, de kipróbáltam. <laughs> most már, most már, majd egy keddi, keddi napban kipróbálom. Mert Igen. akkor nem gázot hogy elalszom. Vagy egy <laughs> csütörtökön. De nem hogy tényleg ki kéne próbálni. Olvastam én is erről, hogy, 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 valaki belé beiktatja ezt a napközbeni olvást. Ja, ja, ja. Itt, mondom, így mondom, a... mondom, vannak, vannak olyan nagy irodák, ahol tényleg van, nem csak a Google-nál van egyébként ne, ilyen ilyet. egy Most azt ahol... eszembe Igen, igen, igen. Ott van, ilyen podok vannak podok. Szerintem ilyen... ott van a legrégebb óta. Lehet. Vagy ott volt először így, így hír róla. De van amúgy itt Magyarországon is sok irodában van ilyen pihenőszoba. És hogy tényleg van, akik nyomják ezt a napközben. Igen, mert eleve valakinek, valakinek olyan, ciklu, olyan alvási ciklusai vannak, hogy mit én, éjszaka alszik mondjuk négy órát. Uh -huh aztán fent van so sokáig, aztán megint kell neki mondjuk egy óra alvás, és aztán megint fent tud menni sokáig, szóval így vannak ilyenek. Igen. Ne nekem volt egy ismerősem, aki az ebédszünetből szünetből aludt egy ilyen 20 percet uh -huh. kaj, után. Tudod, kóma? És akkor így, mert mondta, hogy Ugyan, ő, ugye, az, ő, az annyira nem jó, de ő, ő de. azt mondta, ő azt mondta, hogy ha bekajál ebédre, ő utána, tehát a dolgozni, akkor mondta, hogy ötig csak Uh -huh. így, csak így, csak így döglődik. Konkrétan mondta, hogy 20 percre így bemegy, azt így csinál egy ilyet, utána így. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Most érted, én például, ha megpróbálnék így 20 percre, hújni lehet, hogy sikerülne, de utána borzasztó rosszul érezném magam. Emberfüggő. Még mondom, szerintem nagyon függ a szerencsét, hogy mikor kezd fel. Uh -huh. Mert lehetséges, hogy egy olyan 15 percet alsz, hogy Jesus és azonnal I ott igen. vagy. Igen. Szóval van van olyan? Igen, igen. 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 Szóval, ja, érdekesek ezek az alvási ciklusok. Tudom, hogy nagyon sokan sok mindent próbálkoznak, mm -hmm. mert nem. A, tényleg a, a hagyományos alvásokon kívül azért vannak még más típusok. Hát, Tehát maga... ezek a napközbeni alvásos témák, ezek azért érdekesek. Vagy valaki tudod, úgy csinálni, hogy, hogy mit, hogy négy órát van fent, egy órát alszik. Négy órát van fent. Ó, az durva. Olyan is mondjuk. van, amúgy? Vagy, vagy egy-két órát alszik. Hát ez nem éles helyzet függő, például. Ez hát, durva, nekem például a faterom, ő három műszakazat, tizen. Nem tudom hány évig. Mm -hmm. Most nemrég hagyta abba, mert már ideje volt, mert Jesus És most egy másik munkarendben dolgozik, de ő három újszakozott, és ő például, de úgy, hogy tudod, hat nap dolgozott, kettőt nem, hat nap dolgozott, kettőt nem, mm -hmm. hat nap dolgozott, kettőt nem, és akkor egy reggel délutára éjszaka. És mondta, hogy tizenakán hány év után se tudott napközbe aludni. Aha. Tehát mondta, hogy valamennyit, mikor hazament reggel 6-kor, egy órát tudott aludni. De úgy, hogy ő átrendezze magát? Nem. Aha. Az más kérdés, hogy a hat, a, 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 ez a 6 per 2, ez brutális. Tehát Aha. gyakorlatilag szerintem ilyen évente három évet öregetsz, uh, mikor így dolgozol. Uh -huh. De de ilyen. de ilyen. És az a lényeg, hogy mondta, hogy ő nem tudta megszokni, és azért is örült, hogy uh, most tudott váltani. Aha. Uh, mert, uh, mert nagyon durva. Egyszerűen, egyszerűen nem. Tehát mondta, hogy azon a héten így rotty. Azt elhiszem. Azon Azt a héten így volt minden, mert nagyon-nagyon megterhelő. Egyszerűen ö, egyszerűen nem. Nem tudom, tizen, tizen pár évig ö, ö, nyomta uh -huh. ö, ezt a dolgot. Aztán most áttértek erre a ö, 12 órás munkanapra. Ja, ezt mondtad, igen, hogy kevesebb Most már csak két műszak van. Ja, ja, ja. Van Aha. egy olyan, amikor reggel hat, este hat, Aha. meg van egy olyan, hogy este hat, reggel hat. De az Aha. úgy van, hogy két nap, két nap, két nap szünet. Uh -huh, uh -huh. Így sokkal másabb így sokkal másabb, és elviselhetőbb egyébként a, a cucc. Um, legalábbis azt mondta, hogy a három iszoknál minden jobb. Hát Gondolj bele, gondol hogy, gondol hogy hat napig gépeled az éjszakát, mm -hmm. és utána, utána van két nap szüneted, de úgy, hogy utána már reggeles vagy hat napig. Uf, Jeez. Az ez. Kegyetlen. Az kegyetlen. Na mindegy, kinek mi? Ezt ez csak azért mondtam el ezt a példát, mert vannak olyan emberek, akik 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 másképpen működnek, és van, aki tud, tud alkalmazkodni, például egy adott munkarendhez kényszerbe, uh -huh. van, akinek muszáj, de nem tud alkalmazkodni, stb. Úgyhogy ez van. Érdekes példa. Én is olyan vagyok, például, ez is ember embere válogatja, hogy sokan mondják, hogy 12 órát, az mennyi munka ez rengeteg, az nagyon durva. Figyelj, hogyha nekem az lenne, hogy, két na hogy, hogy négy napig dolgozok, a két nap szünet, így, így ez lenne az életrendszerem, én tuti rá tudnék állni, mert uh -huh. tud meg kurva jó lenne, de őszintén, de mondom, ez emberfüggő. azt, tehát 8 óra után már, hogy 8 vagy 12, nekem mindegy. Amúgy, ja, én is te, te, vele. Oké, oké, hogy más veszel annyi értelmet, akkor megőrülsz. Ja. De, de, hogy eh, ha már így benne vagy. Kereskedelemben sokat 12 óráztunk ja. egyébként. Hm. Az, hogy most, érted, még most bemaradsz. Szerintem ez annyira nem, már, már így is visel vagy csepp. E, az mondom. egész napod el van baszban. Ja, ja, ja. Akkor inkább legyen két szabadnapom, nem soká. Igen. Mert, de mondom, igen. van, aki teljesen másképp gondolkodik, totál megértem. Meg attól is függ, hogy milyen munkát végzel. Meg attól is függ, hogy milyen munkát végzel, de basszus, nekem az, hogy, hogy adott esetben most 8 órát voltam benne, vagy 12-t korom, tényleg el volt baszban az egész igen, nap. Igen. Tehát, na, ez van. Üm, de, de mondom, ez most olyan, hogy kinek mi? Igen. Mire jó három műszak? Hogy érted? Mire gondolsz? Ezt nem tudom, hogy milyen kérdés ez. Nem mondom, ez is emberfüggő, valaki 24 órás, is bírja. Ja, ja, ja persze. Vagy. Hogy érzitek, hogy mire jó? Hát, hogy hogy mire jó? Hát, tehát, hogy nem, kinek? Vagy <tosz> <tosz> most. <tosz> most, <tosz> most mi történik? Vannak dolgok, uh, amik, amik ilyenek. Um, 16 órában dolgozni sem rossz. Hát, nah, attól függ. Ez hát is olyan, hogy most, aki bírja. Aki, aki, aki meg, a, meg a munkától függ. Nos, most, tehát fizikai munkánál például nem mindegy, hogy 8 vagy 12 talán dolgozol. Hát igen. <laughs> nagyon nem mindegy. Igen. Fizetés a jó három üszak. Hát igen, csak nem a fizetés miatt csinálják. Mármint úgy értem, hogy nem azért alakítják ki úgy a munkarendet. Egyébként. Vannak olyan, vannak olyan munkák, tehát hogyha erre gondoltatok, hogyha nem, na mindegy, hogyha nem, ha nem, nem, nem pontosítotok, akkor megpróbálom kitalálni, mire Gondolhatatok. Arra jó három műszak. Ugye a három műszak az már folyamatos műszakot jelent. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk mit tudom, egy gyártási fázis nem állt le. Tehát azt jelenti, hogy 24 órában működik valami. Uh -huh. Ugye azt mondják, hogy a production never stops. Az olyan helyeken, ahol, nem, ahol, nem, ahol folyamatos gyártás van, Igen. használják a három műszakot, vagy a folyamatos műszakot. Ugye itt általában legalább két műszak van, uh -huh. akik váltják egymást de van, hogy három, attól függ, de az a lényeg, három műszakban dolgoznak, mert nem állhat le a gyártás, viszont nem dolgozhatnak egy bizonyos, tehát nem tudnak 24 órázni, mint, mint például akik mondjuk, mint tudom én, biztonsági örök, vagy 48 órázni, mert egyszerűen előírás, hogy Persze. olyan veszélyes hely, olyan, olyan dolgot gyárta, hát hogy nem, tehát nem tudsz ott ülni annyi időt, uh -huh. meg így van a beosztás, és akkor így oldják meg. És akkor emiatt jött be ez a most ez a váltás, hogy egy nagyon sok cég átváltott erre a 12 órás munkanapra, és az, az baszó. Uh -huh. Igen. Legalábbis a többség jobban szereti. Inkább úgy mondom. <kül> Vendéglátásban kaotikus a napok, meg a beosztás is. Hát az biztos. Hát, ja, gondolom. A hárműszakos lennél miért nem maradnak fixen a saját műszakjukban a munkások? Miért forgatják őket a műszakok között? Mert mondjuk, hogyha te vagy az az ember, aki mondjuk aznap nappalos, akkor te örökre olyan maradsz, aki nem tud elmenni egy postára. Például. Vagy a gyerekért, a suliba délután. Vagy igen. Tehát így meg vagy baszódva. még. Vagy éjsz? hogyha éjszakás vagy, akkor gyakorlatilag másik időzónában élsz. Igen, hogy másik időzónában élsz. Igen. Mert hogy ez olyan amúgy. A draculag egy. Na igen, értedek. Nem értem. A pótlék miatt is. Az biztos, hogy a pótlék csak úgy, tehát a, pótlék, a pótlékot úgy kapják meg az emberek, hogyha valamilyen arányban eloszlik, ugye, a, a hónapon belül, uh -huh. hogy hogy dolgoznak, de nem ez az elsődleges célja. Tehát, tehát nem az a célja egy munkahelynek, hogy pénzt keres vele, ö, a, mert a munka alapból a munkáltató által van létrehozva, és annak az a célja, hogy ő keressen belőle pénzt. Ez, Ez olyan, mint, hogy a BMW autógyártással foglalkozik. Most csak így hirtelen jutott eszembe, mert ö, most volt pont egy ilyen műsor, amit néztem, de tehát, hogy nem. A BMW pénzgyártással foglalkozik. Minden szép piacra. Elsősorban. Alapvetően... nem az a lényeg, azt kérdezték, hogy hogy lehet ilyen kocsit csinálni, nem, nem ez volt a cél. Pénzt akartak keresni. Igen, igen, igen. Erdőnek szóval ez, 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 ez at, mind attól függ, hogy, hogy hogy fogják meg. De az a munkaidők amúgy nagyon érdekesek, mert tényleg van, olyan, van, akinek működik, van, aki tudja, csinálni, van, aki nem bírja. Ez ilyen. Ugye kivéve Magyarországon, ahol nem szabad, hogy legyen egy kis profit. Mert nem, mert nagyon mert sok az évek az Nagyon vagy, de hogy még valami költsége, gyorsan. Én De most olvastam az meg előtt eszembe. jó, hogy eszembe jutottad. Na. Csak egy hirtelen kíváncsi vagyok, mit szólnak az emberek ehhez. Nem tudom, valamelyik magyar uh, híroldalon olvastam, uh, a, most ugye az adózással kapcsolatban, hogy az Európai Unió most belekötött abba, Na. hogy valami sérti a jogait, az, vagy emberi jogokat sért az, hogy Magyarországon a nyilvános a legnagyobb adósok listája. Na, mint ta akik tartoznak a igen, nem Igen, 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 igen. A, a gdp jának nem felel meg, vagy. Nem tudom, minek mind? nem felel meg, a de gondolom. az a lényeg, hogy, hogy elvileg sérti az emberi jogokat az, hogy ki van listázva, hogy ki, 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 ki a legnagyobb adósok. Nem, a nem adózók, adósok. Értem, értem, értem. Még az adózók is. A magán emberek is ott vannak. Nem, nem úgy értem, hanem hogy... akik, a leg, akik a legtöbbet adóznak, azok, azt is, nem azok is nyilvánosak, azt nem? Ezt nem tudom. Nem, nem, a legjobb adózók, nem? Mindegy, nem Mi az Fogalmam hogy ez van. De az a lényeg, hogy... Ugye az... van ez a fekete lista, az nyilvános. Igen, hogy nyilvános a fekete lista, hogy ez emberjogi ipara. De ez miért fura? Nem tudom, csak Ez annyira tudta. régóta így van, meg lehet nézni. Meg ez azért nagyon fontos, főleg a cégek esetén. Igen. Még a magánszemélyeknél még azt mondom, hogy sok értelme tényleg nincs. Hogy mondjuk azt tudod, hogy mit tudom én, mondjuk balást tartozik. Szerintem, sz -szerintem, szerintem erről van szó. De ez például, ez például szerintem tényleg nincs értelme, de az, hogy mondjuk a cégek listája legyen, hogy olyan cége mondjuk ne szerződés, akinek mondjuk van másfél milliárd forintos tartozása, az még nem rossz. Nem, mindj hogy mindjárt megkeresem szerintem. ezt a, ezt a cikt. De amúgy ja, az, hogy a magánszemélyek ott vannak, érdekes amúgy. Mindjárt megkeresem, hogy hol találtam, mert... <laughs> Jó, jó, mindenképpen. De ez uh -huh. amúgy nagyon régóta nyilvános ez a lista. Igen. Abszolút. Ne, mondom, az biztos, hogy az új. ezek, ezek az a GDPR-os törvények miatt? Uh -huh. Ez tényleg egy megkérdőjelezhető dolog. Nem mindenhol a való fent, világról írna, meg. Mit keres fent ilyen adat? De akkor már azt is arról is beszélhetnénk, hogy például a cég adatbázisokban mit keresnek személyes adatok. Ja, persze. Tehát az is egy olyan kellemetlen dolog szerintem, hogy az ember csinál Magyarországon egy céged, nem uh -huh. feltétlenül szeretné megadni mondjuk hogy az interneten, hogy lássa mindenki az anyjának a nevét, de ott van kint. Szóval, so, uh, ja, ez ilyen szempontból szerintem gáz. Meg lehet. Uh, nem hiszem, hogy itt volt ez a cucc. Uh, ja nem, nem, ez nem az a, ez nem az a link. Bebételtél, bazd meg, most elfelejtettem, hol jártam. A fenébe. Bazd meg. Uh, ne, miről van szó? Hát igen, az így nehéz. Ne akadj meg, ne akadj meg. Ne akadj meg, ne akadj meg, ne akadj meg, ne akadj meg menj tovább, gyerünk. Görg, görgess tovább. Görget, szóval, na, érdekes, érdekes. Mondom, nekem, nekem több ilyen dolog is van, főleg így a vállalkozásokban, ami, ahol nem értem, hogy az adatok miért nyilvánosak. Érdekes. Na mondom nekem például az, hogy egy cégnek látod az éves bevételét, vagy, vagy az, hogy hány ember dolgozik ott, szerintem az a semmi probléma. Csak nincsen. Az, az, hogy a személyes adatokat miért, ö, miért vannak az interneten, ez, ez tényleg gáz szerintem. Egyet értek ebben veled egyébként, mert azt, hogy most tényleg, tényleg, amit mondasz, hogy most egy cégről meg lehet nézni, hogy tudod, hogy na, ez a cégük meg tudod nézni, hogy tényleg hogy áll meg minden, és akkor így, így érted, ez bárki meg tudja nézni, nyilvánvaló, és, és köszönöm ki a Daina, Mindjárt nézzük. De az, hogy meg tudnak nézni adatokat, tehát, a, tehát most nem arra való az, hogy most a magánemberek azt nézegessék, hogy mit tudom a meg itt keres a felföldi uh -huh. cukorgyár, vagy, vagy cukorkagyár, vagy most mondjam valamit, hogy egyáltalán van olyan. De, hanem arra, hogyha tényleg egy másik cég akar veled dolgozni, hasonlók, akkor meg tudja nézni ezeket hogy a dolgokat. Ez ezért után. nagyon fontos amúgy. Igen. Na igen, mindig. Igen. Szóval, itt van a cikk, közi, emberjogi bíróság jogsérti a magyar szabályozás közéteni az adósok személyes adatait, sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét, uh -huh. az a magyar szabályozás, amely alapján szisztematikusan közzéteszik az eladósodott adózók személyes adatait, közölte az Európai Tanács alatt működő emberi jogok bírósága az EJEB. Aha. Így van. Igen. Amúgy ebben van valami? Igen. De hogy itt is szerintem az lehet a gond, Uh, Azt mondja, igen. 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 Jó. Hogy a cég cégtípus függő, hogy mi a nyilvános? Én nem itt tudom. Delphios, tehát szerintem ez bármelyik cégnek meg tudod nézni az ilyen mm -hmm. Adat. Jó, hát attól függ, hogy melyik oldalon nézed. Valahol fizetős ugye az, hogy mondjuk az alapítási dokumentumot megnézd, de hát abban meg már minden adat benne van. Igen, szerintem itt is azzal van a gond, ezzel a, tehát az Európai Uniónak is az a gondja most Magyarországon, hogy minden ott van. Aha, Ugyanúgy, mint a igen. céginfónál. Tehát, hogy a legnagyobb adósoknak ott van a, 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 lak, a, a lakcíme, a, tehát minden, és, 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 és ez, a, ez, ez az a dolog, ami valószínűleg sérti a jogokat. Ja. Igen. igen. Ja. Mert az, hogy tényleg a cégneved ott van, vagy a, tudod a stb., az már egy jó információ a egy másik cégnek, hogy ne dolgozzon vele, vagy stb. Lehet, hogy arra gondolnak itt is, hogy miért van szükség arra, hogy még odaírd azt is, hogy hova kell menni, elküldeni a kurva Igen, 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 igen. Igen, ez jogos. Igen. Na mindegy, szóval érdekes dolog, csak így eszembe jutott. Vagy legalább korlátozhatnánk, városra szűrve, vagy nem tudom. Igen. Mert most érted az előfordulat, hogy mondjuk két tartozónak ugyanaz a neve. De még az is, hogy ugyanabban a városban vannak. Szerintem azért van ennyire részletesen leírva. Hát nem tudom. Vagy ez meg amiatt kell, hogy mondjuk a... Lehet, hogy ugye szerintem például a bankok, hogyha valami, tehát valaki közülük elmegy hitelt felvenni, akkor ez alapvetően ezt nézik meg mondjuk egy hitelbírálatnál. Biztos, Igen, lefutatják. de az más. Az hát más biztos mert lefutatják. De lefutatják, de ugye a ksh ott bent van minden, ami hiteled neked van, meg tartozásod, meg minden szar, uh -huh. szerintem. Nem KSH, Yes. De biztos megnézik ezt a fekete listát, szerintem. A bár, bár lista van, de ah, az, az, igen, az, 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 az szerintem, szerintem, az a K, KR. KRH. Ugye hülye vagyok. KRH, az nem KHR, vagy KHR. Központi hitel, akkor KHR. Megnézem. Ehhez van reggel, nem a hangomhoz. KHR. Az lesz az, szerintem. KHR vagy KRH. Központi hitelinformációs rendszer, azaz MMB. Azt abban nézik meg. Uh -huh, uh -huh. Szerintem, hogy ott, hogy ott, mi a helyzet. Igen, igen, igen. Na mindegy, egyébként van benne valami, na. Tehát én is ezt mondom. Igen. Bőven elég lenne tényleg egy név felsorolás, vagy egy névlista. lista. Igen. Igen, Nem az, kell minden adat. De ugyanúgy a céginformnál is egyetértek vele, de te függetlenül, az Magyarországon így van, ez van. Furcsa egyébként, túlságosan nyílt egyébként. Ez, ez, fura, hogy ilyen hogy ilyen nyílt. Ez ennyire dolog. nyílt, mindig is ennyire nyílt volt. De mindig igen, is megtudottam, me... mindenki mindent nézni. Tehát imádtam ezeket a, tudjátok, a bérházak alatti beszélgetéseket. Ú. Uh -huh. biztos hallod, milliókat keres. Tudom, minden, tudom. Láttam, milyen autóval jár. És így meg tudod nézni. Amúgy. <há> <há> igen, a ha nagyon kíváncsi. Tényleg meg nézni amúgy. Nem kell tippelgetni ilyen hülyeségek, de nem, nem, ha az ilyen internetet hazugságoknak csak. Igen, igen, igen. Na, ez van. Na mindegy. Érdekes <coughs> sztori ez, az biztos. Mit szólsz ez a ö, hirtelen nagy Facebook változtatáshoz? Na, én erről lemaradtam. Ez nem lehet? Komolyan. Tényleg lemaradtam róla. Visszateszik a Messenger-t a Facebookba. Vagy eddig nem volt? A ja, jó? igen, mert, tehát az apról beszélünk. Ja, hogy az abban lesz igen, Messenger. Igen. igen, tehát nem a honlapon. Ja, értem. Van. értem. Egyébként nagyon durva, mert pont emiatt, megnéztem, nem emiatt, hanem megkérdeztem, tehát kíváncsi voltam rá, ki hogyan használja, hogy hányan használják böngészőből mm -hmm. a Facebookot. Á! Ah, tehát ez ilyen elenyésző. Ja, ja, Tehát ja. az appot használják. Ugye az abban nincsen már benne kilenc éve? a messenger. Lehet, lehet. Kurva régen kurva régen külön nincsen van, benne, igen. és most visszahelyezik bele, mert... Mert annyira kevesen használják a Facebookot. Nem, hanem, nem erre hivatkoztak, hanem, hanem, a megosztások könnyebbek így. Ja, hogy nem, kell, adat, külön a, aha, nem a, kell, a, kell külön, a, külön átmenni. tényleg tehát, hogy... Igen, igen, igen. Hogy, hogy a Messengeren kapsz egy Facebook linket, akkor megnyomod, és akkor átmegy a Facebook alkalmazásba. Így, így van, így van, így van, Hanem ja. így könnyebb lesz osztogatni, meg ilyen egységesebb social media lesz ez az egész. Én nem tudom, mert én úgy, én úgy, gondolom, hogy, hogy, hogy már, hogy már, hogy már, már, így megmaradt ezen az emberekben, meg egy csomóan örültek neki, hogy külön van. Hogy akkor csak a messenger e? használják? Igen. Lehet így akarják majd mond, felbusztolni a számokat, hogy hányan Valószínű. használják a facebook appot, hogy ott kell használni. Valószínű. Hogy marad-e külön az alkalmazás? Jó kérdés, nem vagyok benne biztos egyébként. Uh, mindjárt Vagy meg... Akkor sok ember így nem fogja használni. Nekem van olyan érzésem. Tényleg nagyon sokan csak a Messenger miatt regisztrálnak fel. Uh, nem tudom. Igen... Nekem tényleg az ismerősök körömben rengetegen vannak, akik csak a Messenger-t használják. Igen, Facebookot de tudod, itt mindig fenn van a kérdés, hogy ha csak a Messenger-t használják, akkor azt használják. Ergo lehet, tehát az is kézben van, hogy lehet, akkor nem fognak semmit használni, meg az is, hogy akkor inkább uh -huh. Most, letöltik Úr az Úristen, mi lesz az Androidon, Pisti? Megszűnik a Messenger Lite. Nem mondtam, hogy megszűnik ja, nem a Messenger, Facebook most light. Nézem. Facebook Facebook Lite. Tényleg Facebook Biztos, hogy a Messenger Lite Messenger Lite volt. Annyira rajt, Valamelyik ára. nap annyira rögtünk rajta Pistővel, <laughs> hogy mi, mi az, hogy van ilyen light? Nagyon durva, de Na mindegy. Igen. Kíváncsi vagyok, hogy igen. Vége van. Át kell térni a Whatsappra. Az marad amúgy. Az is Facebook. Csodálom, hogy azt nem integrálják bele amúgy. Azt is bekéne. Nem írják, hogy megmarad-e? Nem írják, hogy megmarad-e? nem? Na majd biztos lesz erről a hír. Mondjuk, ha bele... Vagy hát ez egy opció lesz, hogy... Nem tudom. Itt is használod, ott is használod? A forrás cikket néztem, de, le nem írtam. Vagy aha, nem, aha, ők nem, láttad, nem nem én... egyébként az ő részükről hülyeség lenne megszüntetni. Szerintem is. Teljesen. Szerintem is. Szerintem meg fog maradni. Ez csak egy ilyen plusz dolog lenne, tényleg ott a Facebookon. Igen. Vagy Facebookon belül is ott a cucc. Igen. Igen. Így van. Így van. Mi a Facebook Light? A citrom um, Nem tudom. Szerintem, szerintem meg fog maradni egyébként. Én úgy gondolom. Um, csak annyi, hogy, hogy az abban is benne lesz. Tehát tudod majd... Tehát de, de, de relatíve felesleges lesz, hogy ott van, uh -huh. hogyha a Facebook app is fent van a telefonon. majd ne. ne. Mert régen is ezért szedték amúgy szét, mert mind a kettő bittyogott. Ja igen, Emlékszel? tényleg. Emlékszel? Mikor, mikor írtak? Igen, 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 igen. Nem tudom, ez van. akkor valószínűleg az lesz, hogy benne lesz a Facebookban, de mondjuk itt ott kapcsolni. Uh -huh. Az lenne logikus. Igen. Fizetős lett, szinte tudom, hogy beszartak. Most ők is gyorsan betették, hogy... Az már életbe lépett amúgy. Nem tudom, de van másik kettő de ilyen vértem. nagy e-mail szolgáltató, ami, 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 ami szintén ilyen kisebbek, amik szintén fizetősek lesznek most már. Hát... Um, ez van csodálkozom azon, hogy még valaki használta citromélt. Igen. De hát na. Ne esek túlzásokba? Na, még mire gondolsz? Mivel kapcsolatban? Most a Facebook light? Too light? Túl. Túl Facebook? Én tudtátok, hogy amikor először, először megláttam az indamélt, mint domént, azt az hittem, az hogy... Szerintem az is, az, szerintem az lesz változ, az a az De én másik. azt hittem, hogy ez valami indiai szolgáltató? Hát most na. De a, szerintem az lesz fizetős tudom, most. Miért. Az, meg még egy dolog a citromélen kívül. Na. Ami ugyanarról a tőről fakad, mint az indamél, a másik Aha. is. Nem jut eszembe, hogy, hogy mi a helyzet. ilyen ez... Vipmél, az. Az a másik. Igen, a vipmél, meg az indamél. Ez a kettő lesz fizetős még. Igen, a freemail szerintem nehéz lenne fizetősé tenni. De az vicces lenne, hogy a fizetős vicces lenne. Vicces lenne, de, de jó. Ja. Ú, nagyon durva lenne. Én meg, hogyha már ilyen jogokról, meg emberi jogokról beszéltél, Pisti, most eszembe jutott, ó, én meg reggel olvastam egy cikket. Uh -huh hogy olvastad, hogy Berlinben meg akarják engedni a nőknek, hogy top is lehessen strandra járni. Olvastam! Hallod, beszarsz! Zsír! Tehát gyakorlatilag az van, hogy két ilyen eset történt most az elmúlt időszakban, amikor kik, vagy egy nő kiküldtek amiatt, mert top lesz napozott a strandon, a másik pedig amiatt, mert nem volt rajta, mert vagyis fürdőről a felül, és úgy fürdött. Igen. Mindkettőt elküldték a strandról, hogy ezt nem lehet csinálni. Igen. És kiharcolták, rendesen átmentek, tehát ez pe, ez beperelték a helyeket, és kiharcolták, hogy most úgy néz ki, hogy Berlinbe lehet meg fogják engedni, hogy a nők top lesz, lehessenek a strandokon. Ez tudod, miért érdekes egyébként? Azért az érdekes, most, most így hirtelen átfut az agyamon. Magyarországon van ilyen szabályozás egyébként? Viszont mert visszaemlékszem, gyerekkoromba a monokini Na, mert ugye ez, amikor, Jó, de... amikor a felsőd nincs fent, az a monokini, ugye? Igen, igen. Igen. Hát, de nem mikor lehet én itt voltam, öt hát éves örültem volna a szólnak. Igen, de szerintem nem lehet. Én, én úgy tudom, hogy nem lehet itthon. Csak Ugyanígy, csinálják? Csak csinálják max. Ja, de hogy szerintem ez nem szabályos alapvetően. Nem? Mondom, nem, nem tudom, nem tudom, hogy milyen szabályozás van erre itthon, de azt tudom, hogy ezt csinálta. Hát na. No. Igen, azt tudom. Nyomatják. Nem tudom, ugye a strandokon azért, amit látsz, azért a lányok is úgy napoznak, bár mondjuk tényleg nem a leg, hogy mondjam, a legjobb, hogy ez csak letakarják magukat. Igen. Hát azért nem, nem teljesen pucérok. Fizetősen nem lehet szabad strandon, igen. Szabad strandon lehet ilyet, aha. Aha. Hát érdekes. Be, komolyan belinkeltél a Wikipedia linket, hogy mi a monokini? Van Figyelj, van az egyben részes fürdőruha, van a bi kini, ami kétrészes, két. és utána van a monokini, ami a kétrészes, a felső rész nélkül. Így van. Tehát lehet magyarul Berlinben majd monokinizni. És mondhatnád, hogy monokini, és az egyberész is lehet monokini, de ez megint a két giliszta, az nem egy kettévágott giliszta. Pedig a monokini egy japán szó. Oké. Okay. Okay. Tudni minden... akár a szíkének, na. Szóval az a lényeg, hogy hogy nem tudtam, hogy is tilos. De, tilos, de azt mondják, szépen, hogy a fizető tilos. Igen. Jó, az más kérdés, hogy milyen a kultúra, amit Magyarországon senki sem fogod abban, hogy a az öltözzél már fel. Bár most már lehet. Van, valami éve. kár el rámegy. Persze. A kisfiam meglátja, idén. Hát, most akkor van? Igen, amúgy, na mindegy, érdekes dolog, hogy ez így sikerült. Van neki néhány szabaszló, én annak is elültem volna, néhány emberen nadrág van. Igen, azért vannak csúnyaságos strandokon. Nagyon sok német vendég volt ott, érted? Azért nem egy-két apuka Igen. Mász, mászott ki a hullámerencébe a kolbásztal, és egyáltalán nem nagyon bánták, hogy most nincs rajtuk fürdőruha. Én is, ugye én dolgoztam ilyen strandon, mondjuk az zárt volt. Tudom. De azért vicces, amikor a külföldiek, tudod, így a jacuzziba úgy mennek be, hogy közben veszik a ruhát. Oh, és, a és a búccélon, így befekszenek, és így fuck you, és senki nem megy be. Igen. Mert ki tudja, merre kolbászol a kolbász. – Igen. – Bizony, bizony. – mindegy, vannak érdekes dolgok. Uh, – ha minden másképp működik, de az a lényeg, hogy a németeknél most kiharcolták azt, hogy, uh, hogy, hogy akkor elméletileg a strandokon lehet majd monokinizni. – Igen, igen, lehet, lehet, lehet. Fajon. Érdekes dolog, most ezen a nyáron akkor már lehet ott tolni. Uh -huh. Úristen, nem tudom, szerintem sok ember nagyon örül. Lehet, hogy megnő a strandoknak a látogatottsága most már. Nem tudom. Hít. Jó, mondjuk hát, Attól nem minden... mennyire szeretik. Ugye hát a nők azért szoktak alapvetően monokinizni kinézni, és erre is vannak olyan alternatív megoldások, mert ugye többfajta ruhájuk van. Hát, és hogy ne úgy barnuljanak, le, van. hogy ott a az. A barnulás acsík. miatt, pontosan, pontosan. Igen, mert ugye nincs mindenkinek olyan lehetőség, hogy elmenjen magánnapozni, és nem mindenki szolifüggő. Igen, pontosan. Most kell mondani, ne essek túlzásokba. Ha? Nem mindenki szolifüggő, így van, és nem mindenkinek van erké a panelban. Hát ott nap azért nap nem, nap. nem lehet egész nap napozni. Öre. De van egy-két egy óra, amíg lehet. Amíg olyan szögben kell. Ott az, az nagyon szögben, 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 kell, ugye. szögben kell. Vagy felmész a panel legtetejére. Én most nem akarok ebbe nagyon belemerülni, de például itt Debrecenben a panelgolyókban, Aha. tehát a különböző lakótelepeken, hogy máshol hívják őket, ez működött. Annak idején, igen? még gyerekkoromban, igen. Tehát így konkrétan úgy nézett ki, hogy nyáron, tudod, a, a, a keleti fekvésű Uh, lakásokba, ahol délelőtt sütött a nap, telibe, ott uh, monokin napoztak az emberek, mert hogy ugye hogy a strandon, gondolom, nem igen, mertek, igen, vagy nem igen, akartak, igen, meg ilyenek, de hát hogy süt egész végig a nap? Igen. Hát úgy csüt egész végig a nap, hogy Igen, úgy, persze. Nem És úgy vagyok, full. fullak. Azt így biciklisztél, csak <sítható> nézd, hogy agurvanyját. Valahol mindig van valaki. Ez van. <sítható> Nem tudom, ez miért volt annyival jobb, gondolták a nyolcadik olyan messze. Van. Hát, az innen, már akkor, mert... innen, innen, mondom, voltam, hogy hat éves, nem volt olyan messze. Igen. Hát hozzánk is például most, hogy jó végig gondolom, egy olyan két órát besüt a nap. Az hát igen, két csak nem tudjuk feküdni, ezért muszáj volt Ez, nem. Van, ez van, így jogog. csinálta. De ugye az a baj a ma, paneg, hogy nagyon magas tudod a, a korlát. És ez hát az eleve árnyék Ondan volt. Szóval a, 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 annak idején. Nagyon sokan csinálták egyébként ezt. Ennyi. Utána lehetett a strandon normálisan lenni, vagy nem tudom. Ez van. Hát mindegy. Érdekes, de ilyen érdekes dolgok történnek, nálunk még ilyen eset nem történt. De nálunk nem kell, megsz... nálunk nem kell szabályozást hozni erre. Én valahogy nem tudom elkezdeni, hogy itt a magyar strandokon kiküldenek egy ilyen félpucérnőt. És most valahogy... láttam olyat, hogy kiküldtek volna. És? Örültem volna, mondtam És néhány én néhány mondom, hogy esetben... ilyen helyen dolgoztam, és nem, nem, soha. Néhány esetben örültem volna, hogyha szólnak mondjuk a 17 fős nagymama klubnak, hogy így. Igen, az még annyira nem. Hogy így értem, mikor így a bódé meg a fagyival, így... ez már, ez már csak a, 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 a elmém. Hát ez, ez, na, hát ez ezzel jár. Ez ezzel jár. Ez... De egykor milyen szépek voltak azok a nagymamák. Ez biztos, hogy igen így van. Egyébként csak, hát akkor... csak, én nem voltam, akkor kíváncsi Az biztos. Az van. Az biztos. Ez van. Öhm, még nem foglalkozott senki ezzel. De régen semmivel nem foglalkoztak ne, az emberek. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Tényleg. Na, nem, ez, sajnos ezzel nem lehet már ö, változtatni, hogy régen semmivel sem foglalkoztak. Most foglalkoznak, egyet tudok, hogy most, hogy foglalkoznak a dolgokkal, nem lett jobb. Nem, egyáltalán nem. Tényleg. Semmi nem lett jobb. Az a baj, hogy aki szerint jobb lett, az egy kulcsukon átnézi a világot. Nem lett sajnos jobb. Ez olyan, mint mikor tudod, így a statisztikákat nézik, ahol valahol bevezetnek sebességkorlátozást, hogy mennyivel van kevesebb baleset. Uh -huh. És az esetek többségében nincs. <laughs> ez így, ez van. Hát, Most már nem lehet 70-nel, csak 50-nel menni. És de akkor csak. ugye felteszik a kérdést, hogy az adatokat. Hát hogy a fenébe lehetséges az, hogy, hogy, izé, hogy, hogy, hogy nincs kevesebb baleset? Úgy, hogy senki nem megy 50-nel. Ja. Bazd meg úgy hogy azt mondom, hogy nem lehet valamit csinálni, akkor is fogják. Ennyi. Persze. Amúgy. Ez van. De hiába vezetve bármilyen izét a természet tudat tör. Misora izé, ajaj. Igen. Mit csinál? Ha rám ruhan egy repülő? Ha rám zuhan egy repülő? Akkor mi van? Most nem tudom, mire gondolhat. Ez most egy nagyon furcsa kérdés, Dani. Nem értjük a kérdést. Nem tudom. Bármi megtörténhet. Hogy, tehát arra vagy kíváncsi, hogy milyen az? Nem tudom elmondani neked. Nem tudjuk. Ne, még nem éreztem azt. Eddig. Igen. Annyit tudok mondani, hogy nem lehet egy jó dolog. Tök mindegy. Ha lesz ilyen, elmondom. Jó? Ha lesz ilyen, elmondom. Igen. Um, egyszerűen a világ tud változni körülöttünk, uh, meg mi is tudunk másképpen viselkedni emberekkel, de ahogy gondolkodunk, azt nem mindig tudják megváltoztatni. Ez van. Ja. Ezért van az, hogy, ad, hogy, hogy nagyon hosszú idő, amíg mondjuk bizonyos dolgok eltűnnek a a világból, hogyha egy ember öltőt vagy egy ember életét nézzük, hogyha úgy egyáltalán nézzük a társadalmat, meg a történelmet, akkor meg kurva rövid idő. Mert így pikpak. Pikpak eltűnik. Mm. Általában a, azért a világ olyan, legalábbis eddig olyan volt, most próbálnak más, mondani nekünk, de a célkitűzések azért elég távoliak, hogy ráért a világ arra, hogy eltűnjenek dolgok. Nem kellett mm. őket azonnal kinyírni, néhány dolgot kivéve a nácizmus annyira nem bírták. Hát nem. De Ez a szerencsé. Mondom, a legtöbb, a legtöbb dolog olyan volt, eh, a trendek, a szokások, eh, mm. hogy el, elmúltak egy idő után. Még mindig a repülő? Jó. Nézzétek, ez is fontos. Nem egyenként. tudom, mivel a repülővel, az biztos. Ez is fontos. Mikor megkérdezik azt egy kocsmába, hogy valaki miért beszélt egész este, hát azért, mert megpróbált kétszer hallgatni, és vagy nagyon-nagyon csend volt, vagy repülő. Vagy <SZ> repülő. Ez van. Ó, Istenem. Nem, az a baj, ez már nem tudok mit hozzáfűzni. Nem. Azon gondolkoztam, hogy tegnap nagyon vicces volt látni, nem én voltam az, hogy így kicsit összezavarodtak az emberek, ezt mindenképpen le akartam tisztázni, mert megnézni ugye azt, hogy mi történt, az az nem divat, hogy így mondjam. De igen, kérdeztétek, hogy mi volt tegnap a, a Twitteren. Csak annyi volt, hogy a, a napi klippek Twitternek csak megosztott egy ilyen nagyon érdekes összevágást, és ez, ez nem tudom, én, én, én mosolyogtam rajta egyébként a dolgon, nem én csináltam, ez nagyon fontos. Jó, de látod, hogy meg volt vágva. Igen. Meg volt vágva, igen, Szerintem vicces volt nagyon. Uh, ugye az érészemről nem volt szándékosság belőle, mert a streamben egyértelmű volt, hogy miről van szó. Persze. Tehát a streamben teljesen egyértelmű, hogy miről van szó. Így két dolgot kihagyva belőle, a nem egyértelmű. Úgyhogy szerintem jó volt. Én jót rajta. Uh, vicces volt amúgy tényleg. De továbbra is tartom, hogy, uh, hogy uh, azt nem csinálom tovább, már kudarcot hallottam. Ja, igen, igen, igen. A zene sokat rajta, még az sem volt szándékos. véletlen de Viziló, volt. még az sem volt igen. szándékos, mert a, 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 a zene a menü volt a játék. Ilyen szomorú zenéje van a játéknak. Igen, igen, úgyhogy úgyhogy, úgyhogy, ja. de azért én jót mosolyogtam rajta. Én, de tudom őszintén, hogy a napi klippek ö, ö, mögött lévő emberek ö, gondolták, hogy ez lesz. Én azért bíztam benne, hogy nem. Tehát úgy de nem lesz ennyire félreértve. De félreértető. Fajosan. De félreértették az emberek. Az biztos. Ez van. Voltak, akik korán örültek. Ez van. Hát na. Még, 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 még nem. Még nem. Igen. Tegnap este meg volt ez a Nakon... Nakon... Kon, kon? Nakon Connect. Azaz. Nakon Connect volt. Volt? Ön, de volt? Volt. volt. este este héttől. Én megnéztem. Jó hogy meg fogod Mutatták a gollam meg. játékot, meg a, mutatták a robotzsorú játékot. Úgyhogy... Na ugye mindenkit, mondta, mindenkit, láttuk már, aha. csak így, egy egyre, egyre többen mutatnak Igen, én arra bocsoló játékot várom. De jónak tűnik? Hogy a faszomban ez, hogy nem jó. Hát ugye, ha a szem előtt tartod azt, hogy a terminátor rezisztenszesek csinálják. Tehát itt is ugye... Aha, aha. Tehát a korlátokat ők szabják szépen meg, hogy legyen rá pénz. Igen, igen, igen Tehát igen, inkább igen. kisebb uh -huh. dolog, de tök menő. Egyébként, úgyhogy azt nagyon-nagyon-nagyon azt várom. Hogy, jó. hogy, az jöjjön. Már is elvéletileg szeptemberrel el is ja, az Azt akartok, hogy ez a idén jön -e. Hát, azt már meglátjuk. Ez a, ez a, terv. Na, Tök ez jó. a terv, az már, az, az már biztos, hogy, hogy, nagy, tehát, tehát, ezt, ezt, a franchise-t is nagyon-nagyon-nagyon szeretik, és a Terminator Resistance is azért volt annyira jó, attól függetlenül, hogy egy nagyon egyszerű kis játék volt, hogy látszott rajta, hogy mennyire szeretik a franchise-t is. Igen, azt hogy akkor mondtad is, hogy milyen kiemelkedő. Uh, a, a, azok, tehát azok a részek voltak, tehát amiatt a volt annyira fantasztikusan jó az a játék, mert azok a nüansznyi részek, amiknek olyannak kellett lenni, amilyennek azokat olyannak Aha. csinálták. Úgyhogy ez is olyan lesz. Igen. Na. Úgyhogy nagyon Kiváncsi remélem, leszek. és tök jó egyébként, hogy ezeket ezeket a régi klasszikusokat most már ilyen nagyon könnyen lehet úgymond a franchise-t megvenni, vagy a jogokat megvenni hozzá, uh -huh. hogy, hogy az pörögjön. Igen, um, nagyon nehéz visszahozni a robotzsarú feelinget, de szerintem nekik sikerülni fog. Na hát, hát De tényleg az a Terminátoros játék, az tök jó volt. Nekem az nagyon-nagyon nekem az bejött. Mm. És utána még, amit utána hoztak ki DLC hozzá, azok is nagyon jók voltak, szóval minden minden, minden király volt. Lényeg az, hogy a hangulatot hozza, stb. Nem kell olyan sok ezekben, hiszen a maguk a filmek is úgy voltak megoldva, ha visszaemlékszel a Terminátorra is, uh -huh. akár az egyre, akár a kettőre, bár igaz, hogy a kettőnek azért már jóval nagyobb költségvetése volt, hogy tudod, azért így kicsit olyan olyan, olyan kötött pályások voltak ja, ab abban az értelemből, hogy egy játéknak könnyű megcsinálni kevesebb pénzből, mert ugye nem meg kell tölteni egy open world-ot, meg ilyen hülyeségek, uh -huh. hanem, hanem így, így, így elég egyszerűen van csinálva. Ugye maga a robotzsaró is eléggé, az is eléggé le lehet szűkíteni hogyha megnézték a filmeket, úgyhogy normálisan tudják csinálni. De hát nem mindenki fanja ezeknek a régi dolgnak, bár egyébként azért a Robert Zsoró együtt, az bárkinek javaslom, mert uh, szerintem az kiemelkedő volt, és mai napig egy ilyen atomklasszikus. Azt tudti. Az biztos, hogy az. Úgyhogy ez majd, ez majd kiderül. De tök jó amúgy, hogy tényleg ráállt egy ilyen fejlesztő csapat ezekre a régi dolgokra. Abszolút. Miért ne? De mondjuk biztos az is benne van, amit mondasz, hogy lehet, hogy tényleg olcsóbbak a jogok. Ó, biztos, hogy olcsóbbak a jogok. Mert olcsóbb meg kiöregetnek a színészek, lenni. és így tudják használni őket. Az meg a másik. Mert igen. megcsinálják. Igen. Uh, stb. de jó, hát azért egy elég sok embert érintő dolog ez, meg franchise ez, hát rengetegen látták így, ezt a nótban. Így van, így van. Meg egyébként szerintem Több az jó. mindenféleképpen jó, hogy, uh, hogy ugye az előző játékokkal azért bizonyítottak, és biztos, hogy sokkal... Uh, sokkal... Jobban várják, mert sokkal, igen. sokkal elfogadóbbak az emberek. Me, igen, igen meg, meg, meg most már azért bennő van a bizalom, hogy nem ilyen lutri. Tehát hogy legalább annyit csak hoznak belőle, érted? Igen, igen, igen. Igen. Uh, igen, azt, uh, azt, azt, azt tudjuk, hogy uh, hogy, uh, hogy hogy Peter Weller lesz robotzsaru, tehát a hangja ő, uh -huh. meg a az arcát is róla mintázták, uh -huh. úgyhogy az már biztos, hogy klasszik lesz. Meg hát ff, 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 látszik rajta, hogy ez a a, a féle igazi trancsírpancs, mint az első rész volt. Oh. Mert ugye az aztán trancsírpancs volt, uh -huh. és ez, ez azt a feelinget hozza vissza. Úgyhogy no. az, az mindenképpen kell hozzá. Azt, hogy ki hogyan felejt el a régi klasszikusait, nem mindenkinek ugyanazok a klasszikusok. Ez van. Ez igaz. Nem tudom, hogy hogy hogy, 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 hogy hogy, hogy, fognak alakulni a vélemények. Én most már azt látom az embereken, hogy a kis, tehát rálőnek a kis közösségekre, ebből a kis rajongó táborokra ezek a cégek, mert a, a, nagy közönségre nagyon nehéz lőni abból a szempontból, hogy minden mindegy. De ilyen szempontból tök jó most érted, hogy ezek a kis rajongótáborok is elég nagyok ahhoz, hogy fenntartsák ezt az egész dolgot. Hát a kis gémeket fent tudják tartani. Jaj, de ez de, tök de jó. triple A-n se lesz. Szempont. Jó, hát persze nem. De az a jó, hogy igen, hogy, jó, hogy az indi széna úgy alakult, ahogy, és hogy létezhetnek ezek a dolgok. Uh -huh. Mert az a baj, hogy, hogy lehet, hogy nincs is már nagy közönség. Lehet, hogy szétdarabolódott az igen, egész. Igen, találni filmmel nagy közönséget ritkán szoktak. Uh -huh. Nem soha, de ritkán szoktak. A legtöbb csak így elmegy melletted. Igen, um, igen, igen. És akkor amikre, amikkel meg biztosra mennek, azok meg olyan dolgok, hogy robban, meg lő, és akkor az már így jó. De ez régebben is hasonló, volt, csak nem ennyire. Uh -huh. Majd változik a világ ebből a szempontból is. Legalábbis szerintem. Hát lehet. Vagy, vagy pont az, hogy inkább még szét... Felehúzódik húzódik ez az egész közönség. Ja, és sok kicsi. És sok Sok, sok kicsi téma lesz. lesz, ami, ami érdekes. Igen. igen, de ez filmekre ugyanúgy igaz, mint a videójátékokra. Nem kell triple legyen egy játék az, hogy jó legyen. Nem. Nekem Egyáltalán abban az évben, nem. amikor a Terminator Resistance kijött, az az egyik kedvenc játékom. Ja. És így most is élesen él az agyamban, hogy mennyire elkapták azt a gémet. Ez azért, meg mostanában az indie fejlesztők is, és szerintem, hogy is mondjam, sokkal több eszközük van eleve jó játékokat csinálni. Igen, meg, meg, meg nagyon sok jó. a tapasztalat most már. Régebben azért, tehát amikor elindult ez az indizés, uh -huh. akkor azért voltak gondok. Voltak, hogy ne. Most azért már egymás hibáiból is tanulva egyre, egyre jobban hat, határozzák meg, hogy, hogy mennyi lóvéból mit lehet megvalósítani, és ez lehet, hogy kisebbet lehet, de az legalább nagyon jó. Így van. Mert ugye ma általában ebbe csúsznak bele az emberek. Most ne csak a játékor gondoljatok, bármire gondoljatok, ami üzlet, vagy piac, vagy boltot nyitsz, tök mindegy. Az a lényeg, hogy látod a mintákat, uh -huh. és tudod, hogy mit tudom én, na, itt van ez, és akkor, na, nekem nincs ennyi pénzem, de én is tudok akkorát csinálni. Valószínűleg nem. Kisebbet tudsz csinálni, de nagyon-nagyon uh -huh. jól. Csak sokan inkább óriási csinálnak szarul, mert azt hiszik, hogy az kell. De nem. Ez a nagyon sok mindenre igaz. Érted, hogy nagyon sokan vannak, akik, akik, tudod, manapság nagyon sok példa van arra, hogy kifarolják a nagyon sokokból, hogy például ugye az örök téma kajálda. Ugye a kajálda nyitásnál, hogy ennyi parkolója, ennyi izé, be kell ülni, kész kell, házasszállítás kell, minden, ezeknek meg kell felelni, mert minden étterem ilyen, addig nem tudsz nyitni egyet. Ez nagyon sokáig ilyen volt ez a gondolkodásmód, és ugye nyitottak, zártak, nyitottak, zártak, nyitottak, zártak az éttermek, uh -huh. mert ezek nem jönnek be. De vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy figyeljetek, csináltam egy hoddogot, nem tudom, vagy én így készítettem a hoddogot, ez most egy hülye példa, így készítem a dolgot, szerintem kóra finom. Mi lenne, nyitnék egy lyukat, vagy egy csak házhoz szájtó helyet, ahova, oda lehet menni, Igen. de csak ezt lehet kapni. Hány olyan hely van bazd meg manapság, amit meglátsz, tök mindegy, hogy online rendeled, vagy bemész, két dolgot lehet kapni. Igen, igen, igen. Van, vannak Meg De azt... Meg jó, azt mindig, igen, gíroszt mindig. És azt csinálják. Ennyi. Mint, 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 mint kint, Amerikában a dollar pizza, tudod, hogy csak pizza szeret van. Tehát egy dolgot csinálnak, de az legalább kibaszott jó. Ott van a kibaszott kapitalista Amerika, akkor, mint a büdös kurva élet. Évtizedek óta ez megy ott, uh -huh. hogy specifikus helyek vannak. Mert nincs szükség arra, hanem nem. amikor az ember olyat akar enni, oda megy hozzá. Őszintén nem értem ilyen szempontból a magyar ö, éttermeket, vagy az ilyen helyeket, akik elkezdenek így működni, és aztán kibővítik a, a kajákat. Nem tudom, miért csinálják Szerintem ők tudják, tök, mondom, ehhez ez már nem egy, értek. Ez egy nagyon rossz üzleti döntés, mert nekem például, hogyha egy ilyen helyre megyek, ahol kétféle kajakapható, mm -hmm. azt tudom, hogy ez biztos, hogy jó. Vagy legalábbis valószínűleg jobb, értem. mint mondjuk a többi helyen, mert ők csak ezzel foglalkoznak. Tehát, hogy nem lehet annyira rossz. Igen, mert, ja. de amikor meglátod azt, hogy van egy teljes étlapos étterem, ahol még lehet kapni 42 fajta pizzát és ah, akkor okay. így jössz, hát, most akkor vagy a pizza szar, vagyok, a básik kaja, mert most nem azt ki velem. Na mindegy, szóval ez ilyen. Üm, én azt gondolom, a, egyébként a gyors éttermek is ilyenek, hogyha belegondoltak, uh -huh. tehát nincs túl sok minden. Nem, Egyik helyen nem, sem. Színt, színt. Üm, egyszerűen indulásnak ahhoz, hogy be tud lőni, Manapság azért már belátták az emberek, hogy el lehet indulni egy futrákkal úgy, most csak mondtam egy futrákkal, egy futrákkal úgy, hogy kétféle dolgot árulsz, és ja. nincs El el el. Azért, mert ha jó, akkor fogják venni. Ennyi. Uh -huh. Érted? És akármilyen olcsó, és akármilyen sokféle dolgot csinálsz, ha szar, hosszú távon nem lesz jó. Itt ez van. van. És nagyon sok hely nyílik, ahol van négyfajta pizza. Csak ennyi. Ennyi az, ennyi ja, az. Ja, ja, Nagyon sok nem. van olyan, lángosos, lepényező. És akkor kevés, kevés dolog van, és tudnak működni. Az indi fejlesztők is, a jó indi fejlesztők is ilyenek, hogy nem akarnak világ csinálni, hanem egyszerűen megértik, hogy figyeljetek, ennyi lóvéból maximum egy ilyen, mit tudom én, hatórás sztorit tudunk csinálni, ami egy ilyen végigvezetett valami, ami lehet, hogy 2003 gameplay szinten, de akkor nézzen ki rohadt jól, és legyen geci jó a történet, és legyen iszonyatosan jó a zene, és legyen állati hangulatos. És az emberek szeretni fogják. Ja, Mert nem kell jobbra. minden játékba eltölteni egyébként 50 órát. Nem. Nagyon Érzed? nem. Mert 50 óráig lekötni a figyelmedem kurva nehéz. Pontosan. Na ez nagyon fontos szerintem, amikor az ember hozzálát valamihez, hogy felfogni azt, hogy, vagy vagy, 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 előre látni igazából uh -huh. azt, hogy milyen lehetőségeid vannak, és hogy, tudsz lőni. Igen, igen. Mert, mert egyszerűen ez határozza meg szerintem a legtöbb projektnek a sikerességét, hogy úgy mondom, amit szoktunk használni az Apotest Podcastben is mindig, hogy mekkorát akarsz harapni az almából. Mert tudod, mit tudom én, lehet, hogy óriási, ki tudod nyitni a szárad, de lehet, hogy nem bírod megrágni. Ezek, ah, ez jó példa. ezek ezek Ugye. ilyen nagyon, nagyon furcsa dolog, de akkor is. Ez nagyon-nagyon nehéz. Ez nagyon-nagyon nehéz. Ja. Hát na. Ezért, ezért amúgy nem hiába olyan népszerű mostában az indiai játékok. Abszolút, De nagyon tényleg, el tudják a... kapni az embert. Nagyon el is kapják az embert, meg nagyon másodjának állnak a játékészítése szerintem. -e? Mert meg, meg ugye... tudják tenni. Meg egyszerűen. ugye ö, nagyobb kockázatokat lehet vállalni indire, mert nem akkor át. És akkor ki tudsz ja. próbálni olyat, hogy na most vajon működik-e ez vagy az, igen. vagy nem az. Igen, igen, igen. Szóval ezek, ezek mind, mind olyan dolgok, amik, amik szerintem tanulságosak tudnak lenni egyébként, és látjuk, hogy ugyanúgy az, tehát mindent a világban a, az, az indiai játékok kopiznak, ami működik. Tehát valamint olyan értelemben, hogy ahogy szokták mondani, hat világból mellett megél egy hetedik is, ezért van az, hogy most, hogy ha bejön egy indi játék, ami jó, retro shooter, boomer shooter, akkor készül 70 másik. Uh -huh. Mert ezt is használják, mert úgy működik. A taktika működik. Egyikből se lesz, tudjátok, ilyen világsiker. Ja, de jó, jó kis példány számokat adnak el, aztán cső. És az már bőven elég nekik. Igen. igen. Engem, mert ugye az a baj, hogy valahogy úgy gondolom, hogy Magyarországon a vállalkozásokkal ö, az a nagy probléma, ö, mármint nem a működésükkel, mert fogalmam sincs, ö, hanem a, a megítélésükkel, hogy a társadalom egy része azt gondolja, hogy aki vála, akinek vállalkozása van, az milliós. Ez persze egyértelmű. Érted? Mert hát a saját dolgát csinálja, az azt jelenti, hogy minden pénz az övé. Így van, így van. Tehát ilyenkor látod azt, hogy hű, geci meg, mi baj van a fejedben, te jó ég. Így gondol, ez, az egy, ez az egyik része. A, a, a másik része meg az, hogy akik meg benne vannak, azok meg pont azt látják, hogy hogy és mégis hogyan lehetne olyan? Mint hogyha arra felé lenne a törekvés. Uh -huh. De nem, sajnos nem. Hogyha valakinek virágboltja van, akkor nem, nem áll, nem áll mögötte a Rolls-Royce, azért, mert, mert értitek, ez, ez egy teljesen más dolog. itt tak, értelme tulajdonos. Igen, ez jó. Nem tudom, vagyok, hogy mondjuk száz emberből, akinek volt életében étterme, hányan fogják azt mondani, hogy hallod, css. legjobb étterem. Tölteli. Igen, igen, Dölt igen. Alé. Nem Hát alé. Nagyon kevés ember. Nem, nem tölteli, rohadt költséges. Rohadt gáz dolog egyébként az egész, nagyon-nagyon nehéz. Néhány dolog van, ami tud úgy működni. A hmm. néhány alatt nem azt értem, hogy tehát arányaiban néhány. Úgyhogy, hmm. ez veszélyes. Ez, 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 ez nagyon veszélyes. És szerintem jó lenne megtanulni, hogy miről szólnak ezek a dolgok. Mert mm -hmm. az, hogy a vállalkozó, az egy, az egy olyan dolog lett, hogy volt még annak idején a Fabri viccelődtek ezzel, hogy, az, mondta, hogy a, a, tehát az az ember mondta, hogy vállalkozó, aki nem akarta megmondani, mivel foglalkozik. Jaj, vállalkozó tényleg. Vagyok. Vállalkozó vagyok, igen. Pedig Aztán nem van. erről van szó, egyáltalán nem. Nem. Egyáltalán nem. Micsoda? Az összes vállalkozó Lipsi? Mit jelent a Lipsi? A múltkor már ezt elbasztam egyszer. Én már én sem tudom pontosan, most nem akarok hülyeséget Igen, mert hogy, hogy mi ugye a liberális gondolkodást mondtuk, és uh, utána meg azt mondták, hogy nem, mert valami köze van a zsidókhoz. Ja, igen. Bassza meg. Én ezt nem tudtam. A múltkor volt szintem, egy ilyen kardazás itt. Na mindegy, és az összes lipsi gazdag. Én nem tudom, én nem, én nem, gondolom ezt. Én nem gondolom ezt, hogy az összes vállalkozó az lenne. Tessék, szikke nálunk, nálunk, vannak, nálunk, tehát itt például csak itt a környékünkön van, van, van egy csomó zöldséges, virágboltos, fodrász. Um, annyira nincsenek tele. Hogy? Persze, te <laughs> nincsenek. Hidd el. Nincsenek. Laj, nem nagyon értem. Um, az a lipsi, aki nem érte egyet veled? Ja, értem. Most Mi? Várjátok, nem. Ezt segítsetek most már. Ér, most már, mindent értem. a Lipsi, elterjedt politikai szitoxó. A liberális kifejezés gúnyos, rosszalló változata. Egyes helyeken, liberális zsidó értelemben antiszemita felhanggal használják. E változat szerint a lipsi, a liberális és a bipsi szavak, igen, erre emlékeztem, összevonásából származik. Igen. A bipsi, a cigány uh, biboldó, szó rövidebb alakja, ami eredetileg kereszteletlent jelent, oh. de gúnyosan a zsidókra szokták mondani. Oh! Igen, a bipsit azt ismertem, szóval én, hogy a kettőnek is a keveréke akkor, akkor így. Aha. Igen, azt nem tudtam hogy a, hogy, a, szóval a, hogy a biboldóba lered, de. Óvatosan használjátok a lipsi szót, mert antiszemiták vagytok, csak mondom. Igen. Szóval az a el... csodálkozom, hogy nem is tudom, hol szoktam hallani ezt a szót. A Lipsit? Aha, a legtöbbször. Hát, szerintem, nem léz, a szerintem te nem nézel annyi politikai Lehet. műsort. Lehet. Igen. Uh, szóval, szóval elvileg a, a lipsi, az va, tehát, tehát hogy alapvetően a Lipsit a legtöbben a liberális gúnyolására használják, de egyébként a Bipsi és liberális szavak összeolvadásából. Ö, származik igen, igen. igen, igen. igen. Ja, és akkor az van hogy hogy tehát, hogy uh -huh. ezért van már a libernyák szó. de a, ezt a libernyákat is általában azokra használják a liberális de a liberális de, de azok az meg a buznyákból, azzal... van. értem értem biztosan de, de a liberális tehát a liberális azni meg lipsizni, azok tehát, a, tehát azokra szoktak akik ilyen progresszíven gondolkodnak? Tudom. vagy hát, hogy mondjam? vagy ilyen snowflakek, nem azok, az hogy a lipsi, a snowflake-re? Persze. a hát, a snowflake sokkal gázabb, mint hogy lipsi. Igaz. Nem tudom amúgy, hogy kikre egész ez kikre használ. Szerintem ez is egzor. olyan, hogy itt nincsen, itt nincsen letisztázva. Valaki azt írta, hogy arra mondják, hogy lipsi, aki nem fideszes. Hát itt lehet? Na, igen, szóval lehet, hogy Magyarországon így most egy nagyon nagy vendiagram van előttem. Igen, és van, nem és lehet részben lehet igazuk. Rész van benne. Részben lehet igazuk, igen. 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 igen, uh, igen, uh, igen. Igen, a vókokra gondolok. Igen, szerintem ez De. egy képlékeny dolog, amire szerintem használják is. az emberek. Olyan, mint a boomer tudod, hogy ez igen, is minden arra arra rá lehet Azt sem arra gondolni. használjuk, ami, igen. Ami, amire való, hanem arra, ami régi vagy a reg. Igen, igen, igen. Értem. 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 Hát na. Visszakanyarodva, szerintem a vállalkozók nagy része nem lipsi. Hát valószínűleg nem. Gondolj Nem, valószínűleg nem az. Szerintem a Magyarországon a közvélemény nem egyezik ezzel a gondolatmenettel. Szerintem nem. azt gondolják, hogy ők pont nem azok. Igen, főleg, hogyha az építőipára gondoltuk. Például. <laughs> az egy érdekes, az egy nem Lipsi Igen, terület. De kíváncsi, lennék, kíváncsi lennék, hogy, hogy a te megfogalmazásodban, mondjuk az építőipar szereplőjét hányan nevezik Lipsinek, akik, akik tényleg nagyon pénzesek. Igen. Na mindegy. Igen, igen. Szóval én nem értek egyet ezzel. Azzal se értek egyet, hogy minden lipsi tele van. Sőt, ha Magyarországon nézzük, hogy kik vannak tele, szerintem ők nem azok. Szóval igen értelmetlennek találom ezt a, ezt a meglátást. Érdekes, érdekes dolog ez. De legalább most lefektettük a szabályokat. Meg tudjuk, hogy mi, mi újság van ezzel a szóval. Igen. Legalábbis nekem ez a véleményem, de különbözhet a véleményünk. De igen, köszönjük, hogy hogy mire használják. Én nem szoktam használni ezt a Én soha, soha. Uh, nem mondtam még senkire ilyet. Szerintem én sem Nem nagyon jön. Ó, is is nem is nagyon, az a, az a, Igen, de nem, tehát, hogy mondjam, uh, nekem, és erről beszéltünk már sokszor, nekem sokkal kevesebb uh, dolog van, amiben én politikai kérdést csinálok. Uh -huh. Tehát például azt hogy most valaki mondjuk mit a nagyon vók dolgokat az interneten, Igen. vagy nagyon-nagyon progresszívan gondolkodik Öhm, Azt tudom, hogy a legtöbben mennek politikai kérdés. Uh -huh. Nekem nem az Értem De Én hamarabb mondom hogy ilyen ember, hogy hülye amúgy Hát vagy hülye, vagy nem tudom, amikor ezeket, ezeket a dolgokat de mondja. Ilyen. Tehát igen, vagy, vagy de ne, nekem nem feltétlenül. Tehát én nem gondolom azt, tehát én nem látok benne annyit az agyába, uh -huh. hogy, hogy ő ezt politikai megfontolásból csinálja. Igen, simán igen. Csak, igen, 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 simán igen. csak egy kicsit ilyen reményvesztett már. Akik annyira dobál. Ő, valaki kommenteljen a cucca alá. Igen, igen, igen. Igen, igen. Ingen. De, de értem, de értem a, azt, azt hogy, hogy, hogy azokban a körökben miért, miért tudják le ezzel a szóval. Igen. Ezt a dolgot. Az a baj... Van-e olyan, hogy látens slipsi. Van. <laughs> Biztos van. Van olyan látás Én látens nevezném azt, már nem, az nem látens. Hát ez az. De <laughs> Nem az nem látens, hanem, igazából az, tehát, az nem látens lipsiség, hogy, megjátszod, hogy az vagy. Hát ez az. Az nem látens, mert a látens az az, aki hát, nagyon az, az, az. akar az. lenni, igen. de nem tud, de olyan nincs. Hogy ne tudnál, nem olyan nehéz. Igen, 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 igen. Tehát azzal inkább csak megjátszod magad, szerintem. Igen. Jogos, jogos. Igen. Igen. De mondjuk beépülsz a lipsik közé. Olyan van? És akkor már rögtön... De az állípsi Az egy lipsi tégla. Mm. Egy... Egy lébla. Igazi. Egy lébla. Lébla. Vagy egy... vagy, egy libla. Libla. Ligla. Na jó, hagyjuk, srácok. Ez a látás az, amikor belül az vagy, de nem tudsz róla. A látás az lenne? Én is arra gondoltam, hogy lehet rosszul használom ezt a szót. Igen. Mert hogy én a megjátszik valaki. I, de nem, az, az egyértelmű, hogy nem az. Igen. Uh -huh. Hát olyan lehet, hogy van. Olyan látás Lipsi, hmm. aki nem tudja magára amúgy, hogy azért viselkedik úgy, ahogy Mert Lipsi. Az. De nem meri bevallani magának. <laughs> Csak nem tudja, hogy így hívják. <laughs> igen. Ah, igen. Szerintem a Lipsi egy reláció. Szituáció függő. Most igen. már annyira szabadon használják a nyelvbe. Látom. És mi a másik oldal? Mi a Lipsi ellentéte? A konzervatív? Gondolom. Nem, fideszes. Amerikában az? Fideszes, Pisti. Jó, oké. Okay. Amerikában is fideszes. Ja, azt tudom. <laughs> Tök mindegy, azt mindegy, azt mindegy hogy, az. mindegy, hogy hol Azt tudom, a táp is az. Hogy ne. De hogy... legnagyobb. De hogy... De hogy... Komcsi? <gül> az <gül> nagy... <gül> Jó, mondjuk nem tudom, miről beszélek, mert a múltkor a TB se volt világos. Nem. <laughs> Amúgy konzervatív, ja. Én úgy hát tudom, hogy konzervatív az ellentéte, nem? Az, az. Konzi. Rivers, liberál, Rili. Really. Konzi. Igen. Konzi jobb, és... Konzervatív az, igen. Az, az hogy, lenne, az... hogy, lenne, a kommunista? Tehát, hogy lenne a komcsi az ellentétel? mi a Na, faszom? Az nagyon-nagyon ilyen bajok vannak. Igen, liberális, konzervatív. Ja, ja, ja. ja, Igen. Magyarországon a Fidesz és máshol a konzervatív. Szerintem, szerintem, szerintem mindenhol megvan a konzervatív megfelelője. Igen. Ö, valamilyen ö, politikai párt igen, formájában. Igen, igen, igen. Ö, az, hogy itthon most a fineszesekre mondják, a, tehát, hogy ők a konzervatívak, vagy ők, ö, ők képviselik azokat a, az elveket, szerintem minden országban megvan a... Meg. A, hogy nem A párta, vagy a... Igen, ahogy Amerikában van a republikánusok. Republikánusok, igen. Szerintem a... Nem azt mondom, hogy... hogy tehát nem arról van szó, hogy csak ők konzervatívak, hanem velük azonosítják. Mhm. Uh -huh. Ezt a dolgot. Minden országnak megvan a maga fidesze. Ó, ez gyönyörű. Adjuk ezzel abba. De tényleg. Ez nagyon jó gondolat. De ez tényleg, ez, ez nekem nagyon tetszik. <laughs> Minden országnak megvan a maga fidesze. Jelentsen ez bármi. <laughs> ez kurva de jó. Jelentsen ez bármit, ez is képléke. Igen, igen, Jelenten? igen. Uh, nekem tetszik. Nekem tetszik. Zárjuk, zárjuk ezzel a mai tehát. Uh, srácok, ma jó. még lesz kettő stream. Ugye? Lesz, 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 este is lesz, este Igen. És lesz, 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 nem tudom mi, de lesz. Nekem nincs más uh, uh, lyuk, amikor be tudom fejezni a Skarsbabot, szóval Igen. mindenképpen ma befejezzük azt a játékot, mert megérdemli az a játék, hogy befejezzük, kíváncsi vagyok, hogy hogy ér véget, mm. uh, stb. Úgyhogy én délután azt fogom csinálni, uh, Jani pedig este... Valami lesz. Valami lesz. Valami lesz, még nem tudom pontosan mi, úgyhogy majd meglátjuk. Igen. De izgalmas lesz. Uh, Olyan, annyit tudok mondani, hogy biztos, hogy nem a Mario Trailer lesz ese. Ez tudja, hogy valami más lesz. Nem, ez, de hát végülis az is lehet, csak akkor a Nintendo elviszi a csatornát. Igen, mert ilyenek szoktál, ilyen trillereket streamelni? Nem, hogy is. Ja, jó, mindegy. Egy pillanatra azt hittem. Nem, nem, nem. Egyébként. Um... Ja, úgyhogy ez így a mai program. Igen. Jövünk még elméletileg egy tech videóval is. Remélem. Bízom benne, úgyhogy, hát ami nem tudok, a PlayStation VR 2-ről fog szólni. Igen. De az lesz így ma a program. Ha minden jól megy. Ha minden jó megy. Na, minden így minden jól megy. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Jó hétvégét, sziasztok. Jó hétvégét, sziasztok.